környezetvédelmi mérnök vagyok, vizes szakirányú mérnök, Baján végeztem, és már olyan 11 éve, egy megszakítása, 11 éve dolgozom a hivatalnál. Eleinte a városüzemeltetés, vagyongazdálkodási csoportnál is dolgoztam, de nagyrészt a városüzemeltetésen, és a teljes, tehát a nagyrészt főként a környezetvédelemmel és energetikával foglalkoztam, illetve az utóbbi időszakban már a főkertészi teendőket, a zöld területek kezelésével, fametszésekkel, illetve az aktuális problémákkal, például a forrásvízelvezetés, illetve a karszforrások feltörésével kapcsolatos teendőket végzem, illetve még hozzám tartozik az erdő gazdálkodási feladatkör is. Kellően változatos munkakör, azt gondolom, ez a városüzemeltetés, illetve ez a feladat. Szeretem ezt csinálni. Ugye elkötelezett vagyok a természet, illetve a környezetvédelmi iránt, mindig próbálom a munkámat is, illetve tehát mindig próbálom minden szemlélni az egész munkakört. Ezt a munkakört nem lehetne úgy végezni, hogy az ember nem megy ki terepre, mert az elmondások alapján ugye semmit nem lehetne elhinni senkinek, úgyhogy nagyon sokat kellene kinlenni terepen. Próbálok is ugye minél többet kinlenni, de ugye az adminisztráció, illetve a papírmunka az mindenek felett van, és úgy elsődlegesen ezeknek kell megfelelni. Tehát az időm nagy részét azért az irodában töltöm, de akár munkaidő után is nagyon szeretek kinn lenni, és mindig olyan szemlélettel nézem. Várom, mindig rám szokott szólni, hogy azért most már ne dolgozzak, de mindig próbálok a helyszínelni, mondjuk a családdal megoldani, hogy mondjuk egy kirándulás vagy egy kis séta, akkor az a helyszíneléssel egybekötve az teljesen jól megoldható. Az ember mindig tud hozzá egy kis pluszt tenni, ez biztos így van, de szerintem ezekkel tud az ember több lenni, illetve egy kis változatosságot belevinni a munkakörébe, hogy akár egy évfája szavazással egy kicsit meg felpesdíteni akár saját magamnak is az itteni életet, mert különben ugye könnyebben be tudna fásulni az ember, de itt tényleg annyira változatos minden, hogy ez nem fenyeget egyelőre.